Egészségnap Terézvárosban. Változások a mobil parkolásban. Felhívás munkaszüneti napokra. Csángó dallamok a Hunyadi téren. 2014. júniusának utolsó napján Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalójával jelentkezünk. Bajer Ilona vagyok, köszöntöm Önöket. Egészségünk a tét. Ezért Terézváros önkormányzata a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal közösen egészségnapot tartotta a 6. kerület lakói számára. A most először megrendezett eseményt a vártnál nagyobb érdeklődés fogadta. Így valószínűleg a jövőben többször lesz erre lehetőség. Az egészségnapon a szív és az érrendszer rizikószűrésére, valamint a dohányzás káros hatásainak megállapítására, két csatornás EKG vizsgálatra, a szív stresszállapotának mérésére, testtömegindex meghatározásra, vércukor gyors tesztre, vérnyomás, a vér oxigén telítettségének, valamint a légúti csúcsáramlás felmérésére is mód nyílott. Mi a vélemény a terézvárosi lakosok egészségi állapotáról? Hát az az igazság, hogy nem nagyon tér el az országos viszonylatban így a többi területtől. Nem a legjobb nyilván, mert nagyon nagy a terhelés, nagyon nagy az a stressz, amiben élünk a mai napoknak. Ugye ez a kihívás, ez a felgyorsult világ, állandó időzavarban küszködünk, borzasztó sok a környezeti inger, a káros hatások. Nem tanultunk meg védekezni, illetve ebből a felgyorsult világban nem is igen tudunk úgy adaptálódni, mint ember. Ugye nem egysejtőek vagyunk, hogy rögtön reprodukáljuk magunkat, és elfelejtjük azt, hogy vissza kellene töltekeznünk energiába, folyamatos energiahiányban van a szervezet, ami pedig tüneteket fog produkálni, tehát ugye sokszor jönnek, hogy de itt fáj, ott fáj, és úgy gondolják, hogy egyszerűbb, ha gyorsan adunk egy gyógyszert, holott le kéne menni a dolgok gyökeréhez, hogy mi az a fókusz, hol van az a tényleges baj, ami ezt elindította, mert minden mindennel összefügg, ugye rendszerben kell látni a dolgokat, és egy nagyon leterhelt, nagyon húzós időszakon átment embernél, ugye sok szervet is érinthet az az energiahiány, ami folyamatosan egyre erősödő tünetek formájába fog jelentkezni. Hogy jött ez a közös ötlet az önkormányzattal, hogy itt egy szűrővizsgálatot tartsanak? Ez egy nagyon régi elképzelés volt, hogy egészségnapot tartsunk. Ez nem újdonság, más kerületek is szerveznek ilyeneket a lakosságnak, hiszen nagy igény van arra, hogy különböző népegészségügyi szempontból fontos betegségeknél szűrés legyen. Ennek a megszervezése ez nem egy egyszerű dolog, hiszen nagyon sok különböző szakterületnek a szakembereit kell összeszedni, megfelelő helyiséget kell biztosítani, megfelelően kell tájékoztatni a lakosságot, van műszerigénye is a dolognak. Az önkormányzat vetette föl, hogy akkor ennek a régi elképzelésnek a megvalósítását azt tegyük meg, és hát nagy örültünk neki, hiszen ez nekünk is már nagyon régi elképzelésünk volt, hogy megtegyük. Nyilvánvalóan ez befolyásolja az is, hogy helyileg hol tud lenni, hiszen egy szakrendelő épületében más műszeres vizsgálatok is bevonhatóak, míg egy önkormányzathoz kihelyezett vizsgálatnál nyilvánvalóan ennek azért vannak korlátai, bizonyos vizsgáló eszközök a méretük, beszereltségük miatt nem mozdítható. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy érdeklődés van az egészségügyi szűrőnap iránt, amit megszerveztünk. Én magam sem gondoltam volna. Ez az első olyan kísérleti alkalom, amikor ezt megrendeztük, de úgy látom, hogy erre még bizony többször is sort kell keríteni, úgyhogy el is határoztuk, hogy minden hónapban szeretnénk a kerületi lakosokat meginvitálni a szűrőnapra. Az is látszik, hogy olyan nagy az érdeklődés, hogy egyből segítséget is kellett hívni, mert az 5 fő személyzet az mára nem volt elég, de azt tudom ígérni, hogy legközelebb még nagyobb készültséggel, tényleg minimális sorbaállás mellett
fog folyni ez a rendezvény most már így a létszám alapján. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, tényleg nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem szívesen indulnak el az orvoshoz, talán ez egy átmenet aközött, hogy valaki komolyan orvoshoz menjen, és egyáltalán foglalkozzon az egészségével. Én remélem, hogy a kerületi lakosoknak jó eredmények születnek itt, és amennyiben további vizsgálatokra van szükség, természetesen a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat pedig továbbra is tárt karokkal várja őket. Mit tesz ön az egészségének megőrzéséért? Itt vagyok. Ez már is bizonyítja azt, hogy akarok egészséges lenni, és szeretnék egészséges lenni. De ehhez bátorítás kell, hogy az ember elmenjen az esztékába, mert nagyon sokszor olyan várakozási időket kap, hogy a kétfelé áll, még a jó indulatú, szerény, halkszavú embereknek is a füle attól az időponttól, amiket adnak az előjegyzés végző kisasszonyok. Úgyhogy ez egy. A másik pedig igyekszem megfogadni azokat a tanácsokat, amiket az orvosom, a házi orvosom, vagy pedig hát az ilyen szűrővizsgálatokon tevékenykedő orvosok számomra adnak. Bővebb információval az Önkormányzati Percek című műsorunkban szolgálunk. Törvényi változás miatt egységes mobil parkolási és autópálya használati rendszert vezetnek be július 1-től. Ezért változik a mobil parkolás menete is. Eddig 42. A jövő hónap elejétől azonban már 70 önkormányzati tulajdonú parkolási társaság lesz szerződéses partnere a mobil fizetéses rendszernek. Terézvárosban a parkolási díjak 60%-át már eddig is így módon egyenlítették ki az autósok, így a változás meglehetősen széles kört érint. A parkolójegyet telefonhívással, SMS-ben és mobil applikáció segítségével egyaránt meg lehet vásárolni. A változásokról a 061-989-000-as információs vonalon, illetve a www.nemzetimobilfizetés.hu weboldalon kaphatnak további felvilágosítást. Budapest főváros Terézvárosi önkormányzata tájékoztatja a kerület lakosságát, hogy 2014. július 1-e a köztisztviselők számára a munkaszüneti nap. Ezért a polgármesteri hivatal zárva tart. Július 1-e Semmelweis nap is, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap. Ennek értelmében július 1-én kedden a felnőtt házi orvosi, a házi gyermekorvosi, a felnőtt fogorvosi rendelőkben, valamint a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat székhelyén és telephelyein szünetel a rendelés. A Semmelweis napon az egészségügyi ellátás a munkaszüneti napokra egyébként irányt adó munkarend szerint történik. További tájékoztatásról elmondjuk, hogy a polgármesteri hivatal július 4-én, pénteken technikai okok miatt lesz zárva. Verőfényes napsütésbe lépett a Zenepavilon színpadára Faragó Laura és Kovács Krisztián a Térzene Zenetér programsorozat június 28-ai koncertjén. A gyönyörű csángó dallamok hallatán az arra járók közül sokan megálltak a Hunyadi Téri Park színpadánál, hogy feltöltődjenek a muzsikával. Csincses kékbe csincsegetem vala, bukrétába kötögetem vala. Lányok, lányok, jól ám barátaim, hajtók este hezzám, Guzsa Józsba, nektek adom húgom koszorúját, nem kell nékem senki koszorúja. Faragó Laura dal, népdal és oratórium énekesként ismert szereplője a magyar és a nemzetközi hangverseny életnek. Munkásságáért számos rangos kitüntetése mellett 2013-ban a 6. kerületi önkormányzat Terézvárosért díjban részesítette.
A művésznő szombaton a szebbnél szebb népdalok mellett bemutatta a zenepavilon közönségének Szép illatja száll a víg szívemre című, az ünnepi könyvhéten megjelent néprajzi gyűjtését is. Ezt a Baranyában élő moldvai csángók népdalaiból, szokásaiból és népi hiedelmeiből állította össze. Szép illatja száll a víg szívemre. Ez egy népdalsor, egy menyasszonyi dalnak az utolsó sora. A menyasszony, amikor kötögeti a koszorúba a liliomokat, a levele az ölébe hull, és a szép illatja megszáll a víg szívére. Ezt a szép népdalsort kapta a cím, mert ez egy néprajzi gyűjtés. Tavaly egy nagy kitüntetésben volt részed, mi is az? Ez Terézváros Önkormányzat kulturális nagydíját kaptam, amelynek nagyon örülök, mert hát lassan, több mint 15 éve már itt tanítok a 6. kerületben, a Tóth Aladár Zeneiskolába, és hogy milyen kicsi a világ, vagy hogy is mondja, minden előbb-utóbb összeér. Ebben a könyvben, amikor én 20-21 éves voltam, egy Tóth Aladár idézetet tettem bele rögtön a bevezetőbe, ami így hangzik, hogy a művészet mennyei létrája ott áll mindenki előtt. Igaz, hogy legfelső lépcsőfokára csak Bachok, Beethovenek, Mozartok juthatnak, de fölfelé tekinteni ez megadatik mindenkinek, Tóth Aladár. És íme eltelt több évtized, és itt tanítok a Tóth Aladár Zeneiskolába, és azóta is azt hirdetem, hogy a művészet mennyei létrája ott áll mindenki előtt. A koncert vendégfellépője a moldvai csángó Pusztinából érkezett. Kovács Krisztián most a Zeneakadémia másodéves népzeneszakos hallgatója. Mi késztette arra, hogy a Zeneművészeti Egyetemre jelentkezzen, illetve onnan hová tart a sorsa? Én Pusztinából jövök, Csángóföldről, Ozából, és hát nem késztetés volt, inkább feladatnak tekintem azt, hogy a mi kultúránkat, a csángó kultúrát továbbvinni és ápolni, és ezért vagyok a Zeneművészeti Egyetemen most éppen másodéves hallgatóként, a népzene tanszakon, fúria szakon, mert szeretném ezt majd továbbadni otthon, ugyanúgy tovább tanítani, visszatanítani inkább. Önök Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Kérem, írjanak nekünk, vagy telefonáljanak a képernyőn látható elérhetőségeken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!